Na hát egy elég hajtós és küzdős mérkőzésen vagyunk túl. Hála Istennek úgy sikerült az első félre, hogy mi szerettük volna, nálunk volt a labda, nagyon szép támadásokat és gólokat is sikerült szereznünk. A második félidő az egy kicsit taktikusabb volt, mint hogy ezt mi gondoltuk. Az elején kicsit beragadtunk, de utána már rendeztük a sorokat, és igazából egy egész könnyed és szép futballal sikerült megörvendeztetni azokat az embereket, akik kijöttek. Úgyhogy jól nézett ki, hála jó Istennek. Készültünk is rá, és nagyon fontosnak tartottuk ezt a mérkőzést, hiszen végig csak vissza tudtunk ugrani a tabella első helyre, és ez nekünk nagyon fontos. Úgyhogy így, hát a két gólról annyit tudok mondani. Az elején a horvát Rajmi csinált egy nagyon szép dolgot, ami után oda került hozzám a labda. Úgyhogy az a Rajmi volt az igazi érdem az egészben. Sikerült lőnöm először, akkor azt hiszem a kapus védett bravúra, vagy valamelyik védőről kijött. Másodikra már csak azon voltam, hogy valahogy sikerüljön bekatorni ezt a labdát a kapuba, és hála jó Istennek sikerült. A második gólnál pedig az árnyék nagyon szép paszt adott, ami miatt le a kalappa. Azt már tényleg nem volt nehéz, csak le kellett passzolni. Ez sima győzelem volt? Hogy láttad? Én belülről simának tűnt. Tehát kívülről mindig mást lát az ember, mint amit mi érzünk. Mondom, ezt a minimális pillanatnyi kihagyást, ami történt az a bekapott gólunknál, az ilyen sajnos előfordult, tehát ilyen van a fociban, de nem, egy pillanatra nem lehetett azt érezni, hogy ez a mérkőzés bármilyen más végeredménye véget érhet, mint az, hogy mi nyerjük. Még majd a Vasas, viszont nélküled. Igen, sajnos ez így alakult. Hát a hetek óta 4 sárgám volt, úgyhogy időkérdés volt, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor sárgát kapok, sajnos az én játékomban benne van. Úgyhogy ez előfordul, és hát most jött el a pillanat, hogy sajnos most rám egy kicsit hosszabb pihenő vár, de... Ez van, a srácok megoldják. Mikor rúgtál két gólt bajnokin utoljára? Bajnokin nem tudom, szerintem talán nem is rúgtam. Kupa mérkőzéseket rúgtam még szerintem a Ferencvárosba is, meg a Kisvárdán is talán, de talán Nyíregyházán is, inkább a kupa meccsen is sikerült ez. Oké, brutálok, és sok sikert! Nagyon szép.